Mármint, hogy ez nem egy jó dolog, és az ember, ahogy tudta, megpróbált ezt elkerülni, és rabszolga sorba az ember csak jutott, nem a maga választásából ment. De az a kapcsolatban, hogy hogyan vált egy ember rabszolgává, találunk egy negyedik módot. És ezt a Bibliában találjuk. Méghozzá a Mózes 5. könyvében, a 15. fejezetben, a 16-tól a 18-ig tartó versekig. Most ne lapozzatok oda, nem kell odalapozni, csak hogyha érdekel, hogy ez hol van. Ez a rész arról szól, hogyha egy ember az adóssága miatt rabszolgasorba került, az Úr úgy határozta, hogy volt a szabadulás éve minden 7. év végén, minden úrnak kötelező volt elengedni minden rabszolgát, aki ilyen adósságból került Izrael népéből az ő háztartásába. És ez egy kötelező dolog volt. Ez alól senki nem volt kivétel. Isten milyen jó volt, nem? Fölépített egy államot, amiben belerakta ezt alapelvként, hogy 7 évnél tovább nem lehet valakit rabszolgasorban tartani. És az érdekes az, hogy ez a rész a Mózes 5. könyvéből azt írja le, hogy egy szolgának volt lehetősége az uránál maradni, hogyha úgy akar. Dönthetett úgy, hogy ő a saját akaratából az ura rabszolgája marad örökre. Örökre. És ezt azért, és írja is, hogyha úgy érzi, hogy megszerette az urát, és úgy érzi, hogy jó dolga van ott, akkor egy ilyen ember vállalja föl, hogy ő ilyen örök rabszolga lesz, és ennek jeleként menjen egy ajtófélfához, fogjanak egy árat, egy ilyen, hogy mondják, ez ilyen vésőszerű cuccot, üssék át a fülét, és rakjanak bele egy karikát. Ez volt a jele. És onnantól kezdve ez az ember az urának az örökös szolgája maradt. Mert ő úgy döntött, hogy van valami jobb, mint a szabadság, és az az, hogy ennek az embernek a szolgája maradok. És az is szép volt ebben, hogy sok ilyen szolga nagyon közeli kapcsolatban volt az urával. Sok ilyen szolga közelebbi kapcsolatban volt az urával, mint az urának a saját fia. Az ura megbízott mindenben. Rábízott mindent egy ilyen szolgára, és mindenben bízott ő benne. Milyen érdekes az, hogy valaki a saját akaratából akar rabszolga lenni. Ha megnézzük az ókori írásokat, sehol nem találunk ilyen koncepciót. Sehol nem fordul olyan elő, hogy bárki egyáltalán föltegye a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha én valakinek saját akaratomból örökké rabszolgája akarok lenni. Ki kitett föl ilyen kérdést? De a Bibliában nem véletlenül van benne. Mert a Biblia az Istennek az igéje. És az Isten tudja, hogy létezik olyan úr, akinek a szolgálatában jobb lenni, mint szabadnak lenni. Hogy el fog jönni egy olyan úr, hogy létezik olyan úr, akire azt mondja az ember, hogy inkább leszek a te szolgád, mint szabad. És inkább azt mondod, hogy én hozzád akarok, veled akarok maradni örökké, és azt akarom, hogy hozzád legyek kötve örökké. Pál itt tekintett magára, mint egy ilyen rabszolga, aki saját akaratából, a saját döntéséből Krisztus Jézusé akar maradni. Krisztus Jézusnak a tulajdona, aki hozzá van kötözve, akiről az ő élete szól. És ő Pál teljességgel azért akar élni, hogy Jézus szolgálja. És az elképesztő, hogy mielőtt az apostolságáról beszél, ő így mutatja be magát, hogy emberek, ha akarjátok tudni, hogy ki vagyok, én egy ember vagyok, aki mindent leraktam, hogy az ő szolgája legyek, és azt mondtam, hogy kérhetsz bármit. Parancsolhatsz bármit, a tiéd vagyok, bármit megteszek, érted élek, és ő azt kérte, hogy legyek apostol. Azt kérte, hogy legyek az ő követe, és egy szolgálatot bízott rám, ami a kereszténység talán leghatalmasabb szolgálata. Meg kell értenünk azt, hogy az egyik nincs a másik nélkül, hogy nincsen apostolság szolgaság nélkül. Nincsen semmilyen valódi elhívás és szolgálat anélkül, hogy egy ember az Isten szolgájává ne válna, hogy az Isten dülosszává ne váljon. És igazából az oka annak, hogy Pál ilyen szolgálója lehetett Istennek, az oka annak, hogy Pálra ilyen hatalmat bízott Isten, az az volt, hogy Pál azt mondta, hogy én az akaratodat 100%-ig teljesítem, hogy bármi legyen az, én mindent megteszek.
Pál nem magáért, nem az önző céljaiért élt. Azért élt, hogy Krisztus akaratát megtegye. Ezért volt lehetősége Istennek arra, hogy ilyen tekintélyt és ilyen hatalmat helyezzen az ő vállára. Sok ember, akit Isten használni akart, akik valamilyen szolgálatba kerültek, egyházakba, tekintélyes vezető pozíciókba, sőt olyan emberek, akiknek az életében csodatevő erők nyilvánultak meg, sok olyan ilyen ember életéből pont ez a szív hiányzott. Ez a szív, ami Pálban megvolt. Soha nem tekintettek így magukra, soha nem voltak Jézus szolgái, csak a tekintélyre és csak a hatalomra vágytak. Tele van az egyház történelme ilyen vezetőkkel. Tele van az egyház történelme ilyen keresztény emberekkel, és ezért van az egyház történelme tele szégyenletes dolgokkal. Ezért van az egyház történelme tele szégyenletes dolgokkal. De én most nem a szörnyű egyházi vezetőkről szeretnék beszélni. Azokról is lehetne. Van rá 2000 évünk, hogy 2000 év minden történelméből sem egészünk. Hanem én szeretnénk rólunk beszélni. Magunkról. Mert mindegyikünk életében, ha egyházi vezetők vagyunk, ha nem, ennek egy nagyon fontos üzenete van. Mindnyájunkban ott a vágy, ugye, hogy egy nagy kalandnak részese legyünk. Mindnyájunkban ott a vágy, hogy az életünk jelentőséggel bírjon. Mindegyikünkben ott a vágy, hogy értékes legyen az életünk, hogy hatása legyen erre a világra. Mindegyikünkben ott a vágy, hogy olyan legyen az életünk, mint a Johnny Walker reklámban. Nem tudom, ki látta még, 10 évvel ezelőtt volt egy Johnny Walker reklám, amiben egy fickó hídépítést vezetett, és valami kötél elszakadt, valami óriási gerenda megindult, és fél perc zúrás, gurulás után a 600 kilós gerenda rárepült a fickó fejére, aki utolsó pillanatban elhajolt. De mielőtt elhajolt volna, lepergett előtte az élete filmje. És a reklám arról szólt, hogy ha lepereg előtted életed filmje, érdemes lesz-e végignézni. Milyen jó kis reklám, nem? Ez egy jó kérdés, és a legtöbbünkben ott a vágy, hogy érdemes legyen végignézni. Az tény, hogy egy üveg viszki ezen sokat nem fog segíteni, szóval a reklám üzenetének ez a része, ez nem teljesen állja meg a helyét, de a lényeg az, hogy sokan vágyunk erre keresztényként is, és hadd mondjam el, hogy ez nem egy rossz vágy. De nem mindegy, hogy miről szól az életünk. Hogy arról szól az életünk, hogy elérjük ezeket a vágyakat, vagy arról, hogy Jézus szolgái legyünk. És föltehetjük magunknak a kérdést, hogy miért élünk, hogy a vágyainkat beteljesítsük, vagy az álmainkat, hogy mit akartunk az életünktől, vagy azért élünk, hogy Isten szolgái legyünk. Sokan vágynak arra, hogy nagy dolgok részesei legyenek, de már sokkal kevesebben vágynak arra, hogy düloszok legyenek, hogy Isten szolgái legyenek. Sokkal kevesebben. És én úgy gondolom, hogy ebben rejlik sok keresztény ember tragédiája és kisiklása. Ebben rejlik gyülekezetek kisiklása. Egyház korszakainak a kisiklása. Mert sajnos létezik az, hogy egy ember megvan térve, elfogadta Jézust, jár gyülekezetbe, ismeri a Bibliát, akár még szolgál is, és mégsem dülosz. És mégsem szolga. Mégsem düloszként él, és a Jézus és a köztelevő kapcsolat mégsem olyan, mint amilyennek Pál volt. Mégse így gondol Jézusra, mégse így gondol magára, mint aki azért él, hogy az Ura akaratát teljesítse mindenben, mint akinek ez az élet, ez az öröme. Mint aki azt mondhatja, hogy nem magamért élek, hanem az Úrért. Sokan vannak, akik megtértek, és nem úgy élnek, hogy soha nem mondják ki, hogy Isten, mi a te akaratod, amit akarsz, ahogyan akarod, amikor akarod, legyen úgy. És az igazság az, hogy az egy dolog, hogy az emberek vágynak nagy elhívásra, meg nagy dolgokra az életükbe, de az egyik nem megy a másik nélkül, és ezt meg kell értenünk. Isten országába nincs más út. Nem fogod megtapasztalni Isten csodálatos dolgait, ha nem vagy az ő szolgája, aki az akaratát keresi és teljesíti. Nem fogod megtapasztalni mindazt, amit adni akar, ha nem rakod le az életedet az ő kezébe, és nem élsz az ő akaratának. És ezt elmondhatom neked előre. Sokak élete a megtérés után is arról szól, és ezt biztos ismeritek, hogy maguk kitalálják, hogy mik szeretnének lenni, meghatározzák az álmaikat, a vágyaikat, a terveiket, majd utána arról szól az életük, hogy ezeket beteljesítsék. Lehet, hogy keresztény dolgokat belevonnak, hogy igen, ez az álmom, és szerdán meg vasárnap fogok járni gyülibe.
De nem ez az az élet, amit Isten szánni akar nekünk, és én hadd kockáztassam meg, hogy ez az égvilágon semmiben nem különbözik attól, amit a világi emberek élnek. Semmiben. Ha eljársz gyülibe, ha nem. Sokan vannak, akik még mindig úgy élnek, hogy Istent úgy akarják bevonni az életükbe, mint egy dzsint. Egy dzsinit. Mit kívánsz? Ah, van 3, 5, 10 kívánságom. Hogy kitalálják, hogy mit szeretnének, hogy mi az ő tervük, és Istent kérik, hogy áldja meg a tervüket, és segítsen nekik. De ez nem fog működni. Ez nem Istennek a terve. Isten nem egy dzsin, és Isten nem fogja teljesíteni a kívánságaitokat. És én ezt előre elmondom, hogy ne érjen benneteket nagy csalódás. Hogy ne érjen benneteket nagy csalódás. Isten nem a mi terveinket áldja meg. Nem így működik, hogy mi kitaláljuk a tervünket, és a hónunk alá csapjuk Istent, aki egy lámpásba lakik. Akkor áldott életünk lesz, és minden működni fog. Ez nem így működik. Hanem Isten tervén van áldás. Van Istennek a terve, és azt átveszed, ha ezt megéled, ha rálépsz Isten útjára, akkor elmondhatom, hogy az az áldásnak az útja. Az az áldásnak az útja. Az imádság nem arról szól, hogy Uram, legyen meg az én akaratom úgy a mennyben, ahogy a földön van. Pedig sokunk így imádkozik. Hanem legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. És hogyha úgy vagy itt, hogy ez az egész szolga gondolat téged zavar, egy szolga, én nem akarok senkinek szolgája lenni, ne essünk tévedésbe. Hogyha nem vagy Krisztusnak a szolgája, akkor valaki másé vagy. Akkor valaki másé vagy. Mindenképp szolgálsz egy urat. És van, hogy ez az úr saját magad vagy. Saját magad az az úr, akinek az óhaját, a sóhaját, az akaratát lesed. Mikor mit szeretnél, mester? Uram! Hadd ébresztelek rá erre benneteket, és én magamnak is beszélek. Ha egész nap azon gondolkozol, hogy mit szeretnél, és hogy szeretnéd, és mindig erről szól az életed, hogy ezeket úgy alakítsd, ahogy szeretnéd, meg amikor szeretnéd, meg amit szeretnél, akkor ezt az urat szolgál, ezt itt. Magadat. Ha napjaid középpontjában te magad vagy, és az, hogy mindent úgy intéz, ahogy neked jó legyen, akkor nem vagy dülosz. Akkor nem vagy az. És mindeközben bele tud lenni, hogyha maradék erőnk van, akkor meg szolgáljuk a többi embert körülöttünk. Azokat, akik elvárásokat táplálnak felénk, akiknek az elismerését ki akarjuk vívni, akiket szeretnénk, hogy szeressenek és megbecsüljenek. Legyen az a főnököd, a házastársad, az anyád, vagy bárki. És simán lehet az, hogy amellett, hogy félig magadat szolgáld, a másik felében meg őt szolgálod, hogy minden úgy legyen, ahogy ő elvárja. Hogy meg ne sértsem azt, amit ő elvár. A lényeg az, hogy ha nem Jézus szolgálod, akkor valaki más szolgálsz. És nagyon sok keresztény élete szól önmagára, önmagáról, annak ellenére, hogy megtért. Vannak, akik soha nem akarnak düloszok lenni. Soha. Az életük arról szól, hogy mit szeretnének, hogy szeretnék, és mikor szeretnék. És én őszinte leszek veletek. Én pontosan tudom jó, hogy nagyon nagy kihívás nem szolgálni magunkat. Eszméletlenül szeretem magamat. Imádom. Hát senki töredékét nem gondolkozom azon bárkiről, mint magamról. Nincs egy ember, akitről fele annyit gondolkoznék, mint magamról. És mindegyikünk így van ezzel. Imádjuk magunkat, szeretjük magunkat. És nagyon nagy kihívás nem magunkért élni. De érdemes megfizetni ezt az árat. És érdemes tudni, hogy ez nem az az út, amit élnünk kell. Vannak emberek, akik soha nem akarják megfizetni ezt az árat, és soha nem akarják megharcolni ezt a harcot. És a 2. Timóteusnak a 3. és 4. fejezete arról szól, hogy az utolsó időben jönnek emberek, az egyházba is, akik a saját kívánságuk szerint akarnak élni. Sőt, olyan tanítókat keresnek maguknak, akik a saját kívánságuk szerint prédikálnak. Más nem akarnak elfogadni. És én nem akarok ezek közé tartozni, akikről beszél a Biblia, hogy az utolsó időben eljönnek ilyenek. Ez szomorú, mert az igazság az, hogy a Bibliában nem látunk ilyen lehetőséget az Isten követésére. Nincs a Bibliában énközpontú keresztény élet. Egyszerűen ez nem opció.
sohasem volt opció. Nincs olyan kereszténység, ami az emberről szól, ami rólunk szól. És éppen ezért van az, hogy keresztények, akik énközpontúak, gondolkoznak azon, hogy miért veszítették el az örömüket az életükből. Hogy miért veszítették el az erőt az életükből. Hogy miért nem működnek a dolgok úgy, ahogy a Biblia leírja. Miért nem? Emberek, akiknek az életük magukról szól, meg állandóan maguk vannak a gondolkozás középpontjában, gondolkoznak, hogy hát miért nem működik az üzlet? Hát itt van benne minden leírva. Azért, mert nem azt az üzletet éled, ami le van benne írva. Gondolkozzatok el, hogy mikor volt utoljára, vagy gondolkozz el, hogyha gondolkozol azon, hogy én vagyok ez. Mikor volt utoljára az, hogy a gondolkozásod középpontjában nem az volt, hogy mi esik jól nekem, hogy mi lesz jó nekem, hogy mi tetszik nekem, hogy mi fontos nekem, hanem egyszerűen az, hogy mi tetszik Istennek. Mit akar az Isten? Isten, mi a te akaratod? Mondj bármit. És én engedelmeskedem. Engedelmeskedem. Hogy utáljuk ezt a szót, hogy engedelmesség? De nincs keresztény élet engedelmesség nélkül. Nincs olyan keresztény élet, ami arról szól, hogy én nem hogy én mindig, ha följön bennem a nagy vágy, meg a lelkesedés, akkor élem azokat a dolgokat, amely a Bibliában vannak, amúgy meg nem. Ilyen nincsen. Én a saját életemről elmondhatom, hogy az esetek 80%-ában nem jön föl belőlem az a nagy lelkesedés, hogy meghalljak magamnak, hogy letegyem az életemet másokért, hogy megbocsássak, hogy megalázkodjak. A legtöbbször nem. De gondolkozzatok-e, hogy hányszor volt az, hogy ahelyett, hogy mi tetszik, vagy mi nem tetszik, vagy hogy látom jónak, vagy hogy nem látom jónak, egyszerűen az volt benne, hogy mi az, ami Istennek tetszik? Mi az, amit Isten akar? Tök mindegy, hogy én ezt érzem-e, vagy nem. Mi az, amit Isten akar? Én engedelmeskedem. Én azt találom, a saját életemet nézve, meg más emberekét is, hogy könnyen megtörténhet az, hogy emberek, akik régóta keresztények, sőt, szolgálatban vannak, sőt, nem akármilyen szolgálatban vannak, hanem vezető pozícióban vannak, nem élnek düloszként. És én annyira érzem saját magamon ezt a hajlamot, hogy sokan szeretik pásztornak, meg dicsőítésvezetőnek, meg teszem azt apostolnak nevezni magukat, de az életük mindennapi részében, azokban a pillanatokban, amik a mindennapokról szólnak, nem teszik le az életüket másokért. Abban a pillanatban, hogy nem nézi a gyülekezetőket, akkor már nem fontos Isten akarata annyira. És a Sziszivel volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, nem tudom, fél éve. Egy pásztor konferencián volt egy fickó, aki tanított, és arról a tanításról beszélgettünk. És arról beszélgettünk, hogy van egy tendencia, hogy megtörténhet ez keresztények életében, és mi azért beszélgettünk erre, mert azt éreztük, hogy a mi életünkben is megtörténik, hogy egy ember, aki nagyon odaszánta az életét, az útjának az elején, aki úgy kezdte ezt az egész utat az Istennel, hogy azt mondta, hogy én hajlandó vagyok megfizetni az árat, bármiért. Hajlandó vagyok azt mondani, hogy Uram, amit csak akarsz az életembe, az úgy lesz. Amit akarsz, beteszel, amit akarsz, kiveszel, és bármibe kerül ez. Én hajlandó vagyok megfizetni az árat. Én annyit egyet akarok, hogy úgy legyenek a dolgok, ahogy te tervezted és te akarod. És egy ember, aki így kezdte a keresztény életét, lelkesedéssel, és Isten nagy dolgokat tesz, ahogy az idő telik, ahogy telnek múlnak a napok, az évek, lassan, sunyi módon az életébe elkezdenek feljönni vágyak, hogy kényeztessék magukat. És a saját életemben is láttam, hogy kényeztessük magunkat. És visszaengedünk dolgokat a régi életünkből. Az elején csak kicsi dolgokat. És mind olyan dolgokat, amire azt mondjuk, hogy ezeket tudjuk uralni. Ezeket tudjuk uralni. Ez egy kicsi dolog. De mind olyan dolgokat, amit soha nem engedtünk volna vissza az életünkbe, ha úgy gondolnánk az életünkre, mint ami Istené, mint ami azért van, hogy Isten dicsőítse, mint ami félre van rakva, meg van szentelve, hogy az Istené legyen, mint ami Isten tulajdona. Soha nem engedtük volna vissza ezeket a dolgokat, hogyha így gondolunk magunkra. De könnyen bejön az a gondolkozás, hogy mi mire vagyunk szabadon, és ezen röhögtünk a Szilárdon, hogy az ember tanítja az igét, és baromira megtanulja az igét, és bármikor zsebből tud idézni, hogyha arról van szó, hogy ő mire szabad.
Hát, hogy én szabad vagyok erre, szabad vagyok arra, kegyelem így, kegyelem úgy, és bármilyen dolgot vissza akarok engedni az életembe, három igeverset kirántok a farzsebemből. És azon rögtünk, hogy el tud menni odáig az életünk, hogy konkrétan úgy néz ki a helyzet Istennel, hogy ülünk egy irodába, hogy mi vagyunk a főnök, és ő jön be a kérvényekkel, és mi ülünk bent, és Isten, ó, rakd csak le oda, majd átnézem. Átnézem, majd megnézem, hogy mehet-e, aláírom, meg lepecsételem, ha tetszik. És tényleg ilyen, hogy az ember bennül, és így, ha éppen Isten bejelentkezett, akkor fogadja, és megnézi, átnézi a javaslatokat, amiket Isten ad, hogy mehetnek-e. Nagyon könnyen meg tudja csalni magát az ember. Nagyon könnyen. Főleg, hogyha már eléggé ismeri az igét, mert akkor csűri csavarja úgy, hogy hogy legyen az jó neki. Ez nagyon távol áll attól, amit Isten tervez. Nagyon távol áll attól, amilyen az elején voltunk. Amilyenek az elején voltunk, és nagyon távol áll attól, amilyen Pál volt. Egy dülosz kiáltása, egy szolga kiáltása, Pál kiáltása, és lehet ez a mi kiáltásunk, az volt, hogy tudod mit? Én oda megyek, ahova ő mondja, hogy menjek, és azt teszem, amit mond, hogy tegyek. Nem arról szól, hogy tetszik-e, nem arról szól, hogy kényelmes-e, nem arról szól, hogy tetszik-e a feleségemnek, vagy tetszik-e az anyámnak, vagy az apámnak, vagy mit szól hozzá az a lány, akinek udvarolok. Nem erről szól. Egyszerűen arról szól, hogy mit mond az én Uram. És ennyi a lényeg. És én ezt teszem. És visszatérve az elejére, amit az elején mondtam, hogy vágyunk arra, hogy Isten nagy dolgokat tegyen az életünkbe, vagy vágyunk arra, hogy nagy dolgok részese legyünk. Ahogy mondtam, nem véletlen, hogy Pál együtt említi a kettőt, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Sok keresztény vágyik izgalmas és színes életre, izgalmas elhívásra, izgalmas szolgálatra, de néha keresztényként el tudunk tévejedni, és az életünk már ezekről az elhívásokról szól. Ahelyett, hogy az életünk az elhívóról szólna, hogy az életünk arról az Úrról szólna, aki vagyunk. Mert egy keresztény élete, egy keresztény ember elhívása elsősorban arról szól, hogy Jézus Krisztusé legyen, hogy Jézus Krisztus szolgálja, hogy Jézus Krisztusé legyen teljességgel. Nem az, hogy dicsőítésvezető legyen, vagy hogy tanítson, meg ilyenek. És ennek az elhívásnak kell egy embernek a szívének középpontjába lenni. Pált Isten azért tudta arra az elhívásra használni, amire elhívta, mert dülosz volt. És ha nem vagy dülosz, ha nem vagy szolga, akkor nagyon könnyen megeshet, hogy nem tudod megtapasztalni ezt az elhívást, mert Isten nem mindig részletezi azt, amit akar tenni. Nem mindig részletezi, hogy mi az, amit akar, meg hogyan is akarja, meg miért akarja azt. Mi pedig ilyen kontrollfrikek vagyunk, ilyen mániánk az irányítás, és hogy kezünkbe tartsuk a dolgokat. Mi nem szeretjük, hogyha nem látjuk szépen lefektetve a tervet, és minden részletet kidolgozva, és nem szeretjük, hogyha a részletekben nem az történik, amit mi szeretünk. Hogy mi, hogy én nem tudom pontosan, hogy mi lesz, hogyha én oda megyek. Nem tudom pontosan a pozíciómat, meg azt, hogy végül ennek az egésznek lesz eredménye, meg nem. Hát akkor én nem megyek. Ha elsődlegesen nem Krisztus szolgája vagy, és az életednek te vagy az Ura, és nem Jézus, akkor nem fogod tudni megtapasztalni Istennek az elhívását, mert Isten nagyon gyakran nem úgy gondoskodik, mint ahogy azt mi gondoljuk. És egyszerűen azt mondjuk, hogy nem megyünk. Hogyha nem látjuk a gondoskodást, ha nem látjuk azt, amit mi előre leírtunk egy papírra, hogy mi, ezek az én elvárásaim, ezek az én terveim, ezek az én feltételeim. És ha nem látjuk azt beteljesülni egy bizonyos úton, akkor nem megyünk oda. De egy szolgának nincsenek feltételei, nincsenek elvárásai, nincsen egy ilyen szerződés, hogy bocsánat, ha, akkor. Nem, én teljesen a tiéd vagyok. És vannak emberek, akik azért nem mennek el, azért nem engedelmeskednek, mert fontosabb a kényelem, fontosabb a biztonság, fontosabbak a terveik, az álmaik, vágyaik. És Isten nagyon gyakran, amikor elhív valahova, nem veszi figyelembe ezeket a lefektetett dolgokat, hogy ezt a fajta kényelmet szeretném, ezt a fajta biztonságot, és ezeket a fajta terveket. Ha nem dülosz vagy, akinek a szívének legnagyobb vágya, hogy Isten kövesse, hogy Isten szíve után menjen, akkor azt sem fogod tudni megtapasztalni, amit ő ad. A dülosz öröme nem is abban van,
hogy milyen nagy elhívást kaphat, hanem egyszerűen abban, hogy az Ura akaratát teljesíteti, hogy ezt tudja, hogy én azt teszem, amit mondott, és én engedelmeskedem, és ott vagyok, ahol látni akar, és azt teszem, amit ő szeretne, és ez elég. És Pál azt mondta, ha kérdezitek, ki vagyok, én ez vagyok, én egy ilyen ember vagyok, akinek ez az élete. Mellesleg elhívott, hogy apostol legyek, de az én életem arról szól. Hogyha én azt mondja, hogy azt, hogy ma menj, akkor én megyek. Ha azt mondja, állj meg, akkor én megállok. Ha azt mondja, beszélj, akkor én beszélek. És Jézus Krisztus szolgájának lenni a legcsodálatosabb dolog. Nincsen ennél csodálatosabb dolog. Tudjátok miért? Mert ő egy jó úr. Ő egy szerető úr. Jézus zseniális. Nagyszerű. Ő csodálatos. Ő szereti a szolgáit. Ő megbecsüli a szolgáit. Ő megjutalmazza a szolgáit. Ő gondoskodik a szolgáiról. Nem szégyenül meg, aki benne bízik. Nem szégyenül meg, aki rábízza az életét. És a kereszténység nagy üzenete az a következő. Te foglalkozz a király ügyeivel, és a király akkor foglalkozik a te ügyeiddel. Mert ha te foglalkozol a te ügyeiddel, és erről szól az életed, akkor egyrészt nem foglalkozol a király ügyeivel, másrészt a királynak se adsz lehetőséget, hogy foglalkozzon a te ügyeiddel. Erről szól az az egyszerű mondata Jézusnak, hogy aki az életét elveszti értem, az megmenti azt, aki pedig megpróbálja megmenteni, az elveszti azt. Ez egy nagyon nagy paradoxon, de az igazság az, hogy egy szolga élete szabad. Egy szolga élete szabad. Isten szolgálja egy szabad ember, mert nem kell az életének a terhét hordoznia, hanem te csak engedelmeskedsz, és csinálod, amit mond az Urat, és követed az Uradat mindenhová. És ez baromi egyszerű. Ez nagyon egyszerű. Ennyi az egész. Ő találja ki a terveiket, és az ő tervei jó. És én azt mondom nektek, hadd bátorítsalak titeket ezekben az időkben. Ezek az idők talán kicsit félelmetesek, az ember rossz híreket hall. A világ megremegett, és sok olyan dolog, amit biztosnak és nyugodtnak gondolt az ember, és úgy gondolta, hogy ez így is marad az életébe, most nem tűnik már annyira biztosnak, és nem tűnik annyira nyugodtnak. És ilyenkor ott a kísértés, hogy az ember mindent félredobjon, és még inkább az életével foglalkozzon, hogy még inkább bebiztosítsa azt, hogy még inkább megpróbálja megvédeni azt. De én eljött azt mondom nektek, hogy ragaszkodjatok ő hozzá, és részesedhettek abban megnyugvásban, hogy az életem biztonságban van az ő tervében. És ennél nagyobb békesség nincsen. Veszítsd el az életedet ő érte, adj a kezébe mindent. És ő pontosan tudja mindig, hogy mit akar veled tenni. Én őszinte leszek hozzátok, én nem garantálom, hogy könnyű lesz. Egy szóval sem mondom. Ilyet véletlenül sem mondanék. Nem lesz könnyű. Nem garantálom, hogy mindig egyet fogsz érteni Istennek a módszereivel, ezt is garantálom. Vagy nem garantálom, hogy egyet értesz, és garantálni fogom, hogy nem fogsz egyet érteni. De egyet garantálhatok. Méghozzá az, hogy tudhatod, hogy egy életet élhetsz, amiben végig tudhatod, hogy az ő tervében vagy, és ez a terv jó, és ez a terv dicsőséges. Egy terv, amit az Isten talált ki, és nem ember. És ez a vigasztalás, és ez a békesség ott lehet, hogy bármi történik velem. Bármi történik ma. Most ebben a pillanatban azt az Isten tudja, és az Isten találta ki, és az Isten engedte meg, és ő tudja, hogy mit csinál. És ő el fog vinni az egyik pontból a másikba, és ő befejezi azt, amit elkezdett. És ebbe a tervben meg lehet nyugodni. Sőt, meg lehet nyugodni az Istenben. Egy szolga, egy dulosz megtapasztalhatja ezt az értelmen túli békességet, ami abban az egyben áll, hogy én megnyugszom az Istenbe. Hogy én nem tudom, hogy hogy lesznek a dolgok, de egyet tudok, hogy ki van velem, és ővé az én életem. És ő kezében tartja az egész életem. És ő nem enged megszégyenülni. És ő nem enged elveszni. És ő gondoskodik. Ennyi egy szolga az szolga élete. Te engedelmeskedsz, és Isten gondoskodik. És azt a békességet, ami ebből fakad, azt el sem lehet mondani szavakban. Volt egy gyülekezet, ami az 1700-as évek elején kezdődött. Volt egy nagyon különleges keresztény gyülekezet itt Európában. Ez őket úgy hívták, hogy a moráviai gyülekezet. Az 1700-as évek elején kezdődött egy ébredés, és ez Csehországban volt. És Isten fölnevelt
előhozott egy közösséget, egy egész falut, akinek minden tagja hívő volt. Igazából ők alapították ezt a falut. És ennek az egész mozgalomnak, ennek az egész gyülekezetnek a vezetője az Nikolaus Ludwig von Zinzendorf volt. Zinzendorf báró, így hívják. És ez egy nagyon különleges gyülekezet volt. Ebben a gyülekezetben 100 éven át, megállás nélkül, a hét minden napján, 24 órában volt egy ima alkalom. Elkezdődött, azt hiszem, 1727-ben, és 1827-ig tartott. 100 éven át, a nap 24 órájában, a hét minden napján volt ott egy ima alkalom. És ez a gyülekezet egy érdekes gyülekezet volt, mert a legnagyobb korában 300 főt számlált, de 1000 misszionáriust küldött ki. Itt vagyunk a gyülekezetben, ugye 1000 fős gyülekezet, és van 10 misszionáriusunk. 300-an voltak a gyülekezetben, és 1000 misszionáriust küldtek ki. És amiért beszélek róluk, hihetetlen csodálatos dolgokat csinált Isten velük kapcsolatban. Phil imád erről beszélni amúgy, kérdezzétek őt bármikor, lehet róluk olvasni. De ennek a gyülekezetnek a vezetője, ez a Zinzendorf báró, neki volt egy nagy mondata, és ez a következő volt, hogy az én életemnek egy szenvedélye van, és az Jézus, és semmi más. Ez az életem, ez az életemnek a szenvedélye. És én úgy gondolom, hogy ezt a szenvedélyt adta át ennek a gyülekezetnek. És emiatt a szenvedély miatt lehetett ez a gyülekezet olyan, amilyen. Az én szívem újjong és izgatott, hogyha látok egy ilyen embert, aki azt mondja, hogy az én szenvedélyem annyi, hogy Krisztusé legyek. Ez vagyok. Ez az én életem. Nem az, hogy majd a Krisztus ezt teszi velem, hanem csak annyi, hogy én Krisztusé vagyok. És hogyha én látok egy ilyen embert, aki azt mondja, hogy itt van mindenem, Uram, legyek a te szolgád, legyen meg a te akaratod, jöjjön, aminek jönnie kell, menjen, aminek mennie kell. Én látok egy ilyen embert, akkor tudom, hogy Isten ezt az embert radikálisan fogja használni. És a szívem mostanában sokat izgatott, mert egyre több ilyen embert látok közöttetek. De tényleg erre van szükség, erre az egyre. Sokan tervezgetik a szolgálatukat, tervezgetik az életüket, tervezgetik a jövőjüket, de a Biblia egyetlen egy dolgot kér, hogy veszítsd el az életedet Krisztusért, hogy adja kezébe mindent. És ha én látok egy ilyen embert, az én szívem újjong. Mert ez egy csodálatos dolog. És tudjátok, az utolsó időben, amikor ott állunk a trón előtt, semmi más nem fog számítani, csak az, amit Jézusért tettünk. Semmi más. Semmi más. És emberek, akik nem Jézusért éltek, bánkódni fognak. Azt fogják mondani, hogy butaság volt, pazarlás volt másért élni. A korai egyháznak semmi másra nem volt, csak ez a szíve. Nem volt nagy dicsőítő csapatuk, nem volt pénzük, nem volt még egy épületük se. De az embereknek ilyen volt a szíve. És felforgatták az egész világot. Szóval én hadd tegyek föl egy kérdést nektek. Hogy miért éltek? Hadd tegyek föl egy kérdést személyesen neked, bárki vagy ott, aki itt ülsz, hogy te miért élsz? Azért, hogy az életedben a saját terveidet elérd, hogy azzá váljon az életed, aminek eltervezted, megálmodtad, vagy azért élsz, hogy azt tedd, amit Isten eltervezett az életedre, és az életed azzá váljon, amit Isten megálmodott. Melyikért élsz? A Bibliában van két ember, akit nagyon ismernek. Az egyiket Salamonnak hívják, a másikat meg Dávidnak. Salamon egy ember volt, aki megtett mindent, ami a szívében volt. Az élete arról szólt, hogy megtegyen mindent, minden vágyat beteljesítsen, ami a szívében volt. És a következőt mondja magáról a Prédikátor könyvének 2. fejezetében, 10. verstől olvasom. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem, nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogy fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindez hiába valóság, haszontalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Salamon egy ember volt, akinek az élete arról szólt, hogy mindent megtegyen, ami a szívében volt. És tudjátok, mit mondott a végén? Azt, hogy az egész hiába valóság. Ellenben Dávid, az apja. Hogy írja le őt a Biblia? Isten szíve szerint való ember. Dávid élete arról szólt,
hogy megtegyen mindent, ami az Isten szívében van. Mindent megtegyen, ami Isten szívén volt. Legyetek ilyenek. Legyetek ilyenek. Legyetek ilyen emberek. Legyen ez az életetek. Semmi más nem fog számítani, amikor meghalunk. Semmi. És lehet, hogy ez nem egy népszerű üzenet, de Isten rajtam számon fogja kérni. És most már rajtatok is, mert hallottátok. Semmi más nem fog számítani azon a napon, csak amit Jézusért tettünk. Éljetek ő érte. Csak is ő érte. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, mi köszönjük, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz bennünket, és hogy te kiválasztottál bennünket, Uram. Hogy a gyermekeid legyünk, hogy tanítványaid legyünk, hogy szolgáid legyünk. És Uram, mekkora butaság az élő Isten megismerése után a saját álmainkért élni, a saját akaratunkért élni. És milyen bölcs dolog átadni az életünket, ahogy Pál is mondta, hogy okos Isten tiszteletként adjátok oda a testeteket, szent áldozatul. Okos Isten tisztelet, egy bölcs és okos dolog odaadni mindent. Áldunk téged, atyánk, azért, hogy bízhatunk benned. Hogyha a kezedben van az életünk, akkor nem számít semmi. Akkor jöhet ellenünk a legnagyobb ellenség, és mondhatjuk azt, hogy ha az Isten velünk, akkor ki van ellenünk. Micsoda vigasztalás ez. És Istenem, arra kérlek, hogy ebbe a gyülekezetbe hozz minél több ilyen szívet. Akik félrerakják a terveiket, az álmaikat, a megkötéseiket, a feltételeiket, a panaszleveleiket, mindent félrerakva azt mondják, hogy Isten itt az én életem. És csinálj, amit akarsz. És ahogy imádkozunk, én szeretnék imádkozni. Azokért, akik úgy érzik, hogy ez az üzenet, ez nagyon ő nekik szólt. És már az elején szeretném elmondani, hogy tudom, hogy mindegyikünk fölállhatna most. És ha megkérdezem, hogy ki nem akarna nagyobb szolga lenni, ugye mindenki azt mondaná, hogy nagyobb szolga akarok lenni. Mindenki talál a saját szívébe valamit, amire azt mondja, hogy igen, én még több lehetek. És ez jó. És jó is, hogy találsz. De én szeretnék ma olyan embereket megszólítani, akiknek konkrétan a keresztény élete arról szólt, hogy igen, ott volt Isten, de azért mégiscsak a saját terveim és saját álmaim voltak ott. Az előtérben, és én ezekért éltem. Én tudom, hogy vannak itt olyanok, akik így éltek, akiknek az élete soha nem volt azon a ponton, vagy most nincs egy régóta azon a ponton, hogy azt mondják, hogy a szolgád vagyok, Isten, hogy tiéd minden. És én szeretném, hogy ha te így vagy itt, és szeretnél ezen változtatni, és szeretnél egy más úton járni, akkor álljál föl, és én szeretnék imádkozni érted. Ha van itt bárki ilyen, aki mi azt érzi, hogy szeretne egy új utat adni az életének, amiben nem én vagyok a főnök, hanem az Isten, akkor kérlek, hogy állj föl. És az, hogy most fölállsz, az csak a kezdet. De ez a holnapról is szól, meg a holnap utánról, meg az azutánról is. De valahol el kell kezdeni. Valahol el kell indulni. Valahol el kell indulni. Ha bárki van még. Ti, akik most fölálltatok, én szeretném, hogy tudjátok, hogy azzal, hogy átadtátok az életeteket Istennek, és a teljes uralmat, ezzel átadtátok a jövőt is. És békességetek lehet a jövőben. Mert az Isten tartja a kezében a ti jövőtöket. Az, hogy mi lesz, és az, hogy hogyan lesz mindent. Bízzatok benne. Bízzatok benne. Mennyi atyám, én köszönöm azokat, akik végig gondolva hallottak, azt mondták, hogy Isten, én szeretnék a te szolgád lenni, szeretnék a te akaratodhoz kötődni, szeretnélek mindenben téged követni. És Istenem, arra kérlek, hogy
Töltsd be most őket a te lelkeddel. És Uram, vedd le az ő vállukról az ő saját életüknek a terhét. Drága Istenünk, ahogy mi magunkat szolgáljuk, és az álmainkat kergetjük, Uram, az annyira fárasztó, annyira kimerítő. És én szeretnélek kérni, Uram, hogy most mindazoknak, akik átadták az életüket, akik azt mondták, hogy itt van mindenem, vedd le ezt a terhet a vállukról. És imádkozom, Uram, azért mindegyikünkért, Uram, akik itt vagyunk, hogy erősíts meg ezt az odaszállást a szívünkbe, és mutasd meg a következő lépést. Beszélj hozzánk. És Uram, imádkozom azokért, akik fölálltak most, hogy hadd hallják meg, hogy mi az, amit tőlük akarsz, hogy mi az ő életükbe a következő lépés. És pecsételd el azt a döntést, amit ma hoztak, Uram. És dicsőítünk, Uram, együtt, magasztalunk együtt, és megvalljuk, hogy Te vagy a király, Te vagy az Úr, és Tiéd mindenünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőítsünk tovább. Yeah.
Cause
Jesus, we want you to be the Lord of our hearts. Jézus, mi szeretnénk, hogyha te lennél a szívünknek az ura. And God, we know that it's not always that way. És tudjuk, Uram, hogy hát ez nem mindig van így. That's why we thank you for Jesus. És ezért vagyunk hálásak Jézusért. And that's why we thank you for moments like this. És ezért vagyunk hálásak olyan pillanatokért, mint amilyen ez a mostani is. Where you bring our hearts back to you. Amikor visszahozod a mi szívünket hozzád. When you're the one that's sitting on the throne of our heart and not our own. Amikor te ülsz vissza a szívünknek a trónjára, és nem mi magunk ülünk azon. We forget that we need you. Uram, olyan könnyen elfelejtjük, hogy szükségünk van rá. We forget that we can't do anything without you. Elfelejtjük, hogy képtelenek vagyunk bármit is tenni nélküled. You said that you were the vine. Uram, te azt mondtad, te vagy a szőlőtő. That we're your branches. És mi a szőlővesszők. And that apart from you we can't do anything. És nélküled semmit sem tudunk cselekedni. And God, we do fall on our faces sometimes. És Uram, mi elbukunk csúnyán néha. Thank you that you bring us back to you. És köszönjük, Uram, azt, hogy te visszahozol mindig hozzád, visszahozol magadhoz. And that you get that right place in our heart. És hogy elfoglalod újra a megfelelő helyet a szívünkben.
I don't know why we fight you, God, when you only desire good for us. Nem is értem, Uram, hogy minek harcolunk át, hisz te csak jót akarsz nekünk. You have good plans for each one of us. Uram, neked jó terveid vannak mindegyikünk életére. You've written our days for us. Te előre megírtad a napokat, amit adsz nekünk. And we want to follow your good and perfect will for our lives. És Uram, mi szeretnénk követni a te jó és tökéletes akaratodat az életünkre. But you know what, God, when we don't make all the right decisions, thank you. És mi köszönjük, Uram, azt, hogyha nem is hozzuk meg a legjobb döntéseket, that we always have your grace. Hogy mindig ott van számunkra a te kegyelmed. So thank you. Köszönjük, Uram. Thank you for bringing our hearts close to you. Köszönjük, hogy közel viszed a szíveinket hozzád. Now, God, would you lead us in the things that you have for us this week? Szóval kérünk, Uram, hogy most, ahogy elmegyünk, vezess bennünket azokban a dolgokban, amiket szánsz számunkra a következő hétre. Would you let us know that joy of hearing your voice and being obedient to the things that you say? Uram, add, hogy megtapasztaljuk azt az örömet, amikor halljuk a te hangodat, és engedelmeskedünk a dolgoknak, amiket mondasz. Jesus said that I delight to do your will, Father. Pont úgy, ahogy Jézus is mondta, hogy én nekem örömöm, ha az Atya akaratát cselekedem. God, I pray for each one of us that your will would become our delight. És ezért imádkozom mindegyikünk életéről, hogy hadd váljon a te akaratod a mi életünk örömévé. Not our burden. És nem egy teherré a mi életünkre. But our delight. Hanem egy örömmé a mi életünkbe. I ask in Jesus' name. Jézus nevébe kérem. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket, és bátorítalak titeket, eddig gondolkoztatok azon, hogy eljöjjetek erre a héthetes szolgálós iskolára, gyertek el. Én hiszem azt, beszélgettünk vezetőkkel a gyülekezetben erről, hiszem azt, hogy Isten nagyon különleges dolgokat fog csinálni ez alatt a hét hét alatt. Én hiszem azt, hogy lesznek itt emberek, akiknek víziókat, akiknek elhívásokat ad. Gyertek el, mert nagyon jó dolgokról lesz szó, és érdemes az életünket odaszánni Istennek, hogy őt szolgáljuk. Szóval bátorítalak benneteket, hogy gyertek el, és legyen egy áldott hetetek. Maradjatok, ameddig be nem zárunk. Hogyha szeretnétek imát kérni, vagy bármivel kapcsolatban beszélni velünk, itt van a Szilárd is, meg én is. És nagyon örülünk, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Isten áldjon titeket. Sziasztok! My sacrifice of greatest
more beautiful than anyone ever.